A két évvel ezelőtti szinthez képest idén júniusban közel 40%-kal csökkent az ingatlanok iránti kereslet. Ez leginkább a hitelkamatok drasztikus emelkedése miatt van, állítja Balog László gazdasági szakértő. Azzal, hogy megnőttek a lakáshitelkamatok, így a hitelfelvevők száma visszaesett, és a hitelfelvétel hiányában kevesebben tudtak ingatlant is vásárolni. Jött a változás, ami a lakáspiacra is hatással volt, hogy a kereslet olyan mértékben csökkent 2023-ban, hogy az év elejé hónapokban, január-februárjában körülbelül fele annyi érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint egy évvel korábban. Ez a 40-50%-os kereslet visszaesés a tranzakció számokban is visszaköszönt, tehát sokkal kevesebb lett az adásvétel. Most eljutottunk arra a pontra, hogy ennél lejjebb már nem csökkent a kereslet, és most 2023. júniusában azt tapasztaltuk, hogy az tavaly júniusi keresleti szinthez képest, tehát az ingatlan.com-on leadott telefonos érdeklődések száma idén júniusban a tavaly júniusinál 3%-kal magasabb volt. A további kereslet növekedés akkor lehetséges, ha lecsökkennek a 10%-ot is meghaladó lakáshitel kamatok, illetve az állami támogatások is generálhatnak változásokat. Itt is azért az elmúlt héten történtek olyan bejelentések, amik rövid távon bizonyos településeken élénkíthetik a lakáspiaci érdeklődések számát, és bizonyos településeken pedig kivárásra ösztönzik a lakosságot. Ugye a két legfontosabb változás, ami a legtöbb lakásvásárlót érinti, hogy a falusi csok támogatások jelentősen növekednek 2024. január 1-től, ezért arra számítunk, hogy a falusi csokos településekre költözők inkább kivárnak, és 2024-ben ütemezik a költözést és a lakásvásárlást, viszont ezzel párhuzamosan 2024-től a nagyvárosiakban elérhető csok abban a formában, ahogy most ismerjük, megszűnik. Ez viszont okozhat néhány ezer adásvételt, ami a nagyobb városokban csapódhat le, és ezek a vevők egy picit élénkíthetik 2023 második fél évében a lakáspiacot. Ez kényszerű helyzetbe hozza a lakás eladókat, mert ha el szeretnék adni a lakásukat. Balog László azt is elmondta, hogy a kereslet csökkenés az ingatlan árakban is megjelenik. Ez elsősorban Budapestre és a Győrhöz hasonló nagyvárosokra igaz. Akkor már nem tudják azon az áron piacra dobni, vagy értékesíteni az ingatlanukat, mint amit korábban vágyként megfogalmazódott bennük. Ez főként a nagyvárosi lakásárakat érinti elsősorban, ami első hallásra rossz hír lehet a lakás értékesítők számára, viszont tekintettel arra, hogy Magyarországon 10 emberből 9 saját tulajdon ingatlanban lakik, és aki ingatlant ad el, az általában az abból befolyó pénzből vagy tovább költözik, vagy másik lakást vásárol, ezért az eladás során adott árengedmények, vagy árcsökkentéseket vevőként ugyanúgy ki tudják használni a piacon, főleg azért, mert most nem tapossák egymás sarkát a vevők a nagyvárosokban, ugyanez igaz Budapestre és Győrre is. 2023 egészében tehát a korábbinál jelentősen kevesebb ingatlan eladásra lehet számítani, és amíg a hitelkamatok nem mérséklődnek, ez várhatóan így is marad.